A Magyar Rákellenes Liga tiszafüredi alapszervezetének legutóbbi rendezvényére május 16-án került sor. Az érdeklődők már ismerősként köszöntötték dr. Ádám István főorvost, aki nem először tartott előadást a szervezet tagjainak. Dr. Ádám István egy egyszerű kérdéssel kezdte az előadást. Mi az egészség? A választ is megadta azonnal. Az egészség nem a betegség hiánya, hanem az ember teljes testi, szellemi, fizikális és szociális jólléte. A rendezvény első fél órájában egy előadást hallhattunk a méhnyakrák megelőzéséről és annak szűréséről. Először a méh részeit, majd a szűrés formáit vázolta fel. A szűrés első része egy szövettani vizsgálat, a második részben egy összefüggő sejtcsoportot vizsgálnak. Az első szűrés a rák megelőző állapotot keresi és szűri ki. Az eredmény meghatározza a további teendőket az orvos számára. A főorvos kitért arra, hogy szűrésnek azt a vizsgálatot nevezzük, amivel egy súlyos betegséget megelőzhetünk, illetve gyógyíthatunk. Ilyen szűrés a méhnyakrák szűrés, a mammográfia, a vastagbélrák szűrés és a férfiaknál a prosztatarák szűrés. Ezeknek, ha megfelelő számú ember részt vesz benne, népgazdasági haszna van. A rákbetegségek között a legszerencsésebb dolog, hogy a méhnyakráknak megvan az oka, tudjuk, hogy ezt a humán papilloma vírus okozza. Megjelent már a piacon a védőoltás. Főorvos úgy tudja, hogy van település, ahol az önkormányzat minden 12 éves leány számára biztosítja, megvásárolja a védőoltást. Ádám István hangsúlyozta, hogy fontos az, hogy van védőoltás, de ugyanolyan fontos a rákszűrésen való megjelenés. A gyógyítás folyamatában elengedhetetlennek tartja, hogy a beteg kérdezzen és az orvos válaszoljon a kérdésekre. Az előadás után a jelenlévők több kérdést tettek fel a főorvosnak, ezért szóba került még a rák és a szülés, a meddőség összefüggése és olyan betegségek és problémák, amelyek a nőket érintik.